Évtizedek óta fiatalokkal telik meg a Mária Gyűrik egyhely környéke július első hétvégéjén. Az idei ifjúsági találkozó a 35. volt. Mindegyik alkalom újat tud adni, újat tud mutatni, és akkor ebből új táplálékhoz jut az ember lelkileg, úgy gondolom. Tavaly voltam először a miten, és azért jöttem, hogy a közösségben még jobban elmélyíthessem a hitemet, és jobban megismerjem Istent. A fő előadás, valamint a nővérekkel való beszélgetés, a műhely munkák és a kiscsoportos beszélgetések segítenek nekem ebben. A felnőtté válás nehézségei minden fiatalt foglalkoztatnak. Hivatás, párkapcsolat, elköteleződés, elszakadás, felelősség. A művészeti műhelyben elcsendesült szabadalkotásban dolgozták fel a résztvevők az őket leginkább foglalkoztató témát, amelyhez iránymutatást is kaptak. Hát ez egy pasztákrétával készítem ezt az alkotást. Hát ennek a címe, ott a falon találhatóak ilyen buborékok, és abból azt választottam, hogy kész vagyok elköteleződni, mert 2 hét múlva lesz az esküvő. És ezért úgy gondoltam, hogy egy keresztet rajzolok, amelyben a kereszten belül még vannak 2 karikagyűrű, meg 2 kis emberke, mert az életemben nagyon fontos Isten és a párom. Ez a kép címe az, hogy veled. A találkozón minden évben a fiatalok számára fontos témát járnak körül, amellett, hogy az együttlét, a közös időtöltés is sokakat vonz a 3 napos rendezvényre. Elsősorban a Pécsi Egyházmegye ifjúságának, közösségeinek egy ilyen találkozási pont. Ugye nagyon sok közösség van, nagyon sok jól működő közösség is van. Itt vannak nagyon szép számban antiochiások, idén sok cserkész is eljött, karizmatikusok, meg egyéb közösségekből, úgyhogy ez egyrészt pihenés is sokaknak, ugye azért most lett vége a tanévnek, egy pihenés, egy találkozás, és aztán szeptemberben mindig valahogy ebből a találkozó élményből tudunk újraépítkezni. Fiatalokban a találkozás szelleme, ez egyik igény, ez ami kiszakítja otthonról őket, mennek lógni, és találkoznak egymással, és hogy együtt vannak. És hogy olykor szinte az is mindegy, hogy mit csinálnak, csak együtt legyenek. És mi ezt így csatornázni szeretjük, hogy a világi fesztiválok mellett legyenek ilyen fesztiválok is, mint amit mi csinálunk, hogy a spirituális dimenziót is, a hitet, a személyes Isten kapcsolatot is ebbe az együtt lógásba belecsempészük. A találkozón Udvardi György pécsi megyés püspök is részt vett a beszélgetésekben. A fiatalok örömmel hívták a főpásztort a közös műhely munkára. Számomra ez a hely egy identitásformáló, élménnyel teli hely, és fiatalok számára nagyon fontos legyenek olyan élmények, amelyeket aztán tudnak értelmezni a fejlődésükben. És fordítva is igaz, maga az élmény válik értelmezési közeggé az élet kérdéseivel kapcsolatban, a küzdelmeivel, saját fejlődésével kapcsolatban, hivatás, pályaválasztás, esetlegesen a rossz döntésekkel kapcsolatban is. Ez az élmény, mint egy segít jól érteni, mint azt, aki vagyok.